A tervek szerint a jövőben így könnyebb lesz a tervezők dolga is az új épületek megalkotásánál, ugyanis folyamatos információkkal látja majd el őket a kormányhivatal az érvényben lévő jogszabályokkal és előírásokkal kapcsolatban. A Békés megyei kormányhivatal az év elején indított egy programot annak érdekében, hogy a szakmai szervezetekkel minél szorosabb kapcsolatot építsen ki a hivatal. A novum a mai napnak, a többi az eltérően az, hogy míg az építészek, azok a tervezőasztal mellett olyan formabontó megoldásokat, szerkezeteket, épületeket találnak ki, amely a jövőnek szól és a jövőbe valósulnak meg, olykor olyanokat, amelyek még nem voltak. Ezzel szemben a közigazgatási hatósági munka a múlt tapasztalataiból a jelenbe ülteti át az engedélyezési eljárások folyamán a megélt tapasztalatokat. Na most ez látszólag ellentmondás, egyik a jelenből a jövőbe, a másik a múltból a jelenbe, de éppen ezért, hogyha egy élő együttműködés van, és terv szinten már egyeztetések történnek, akkor sokkal gyorsabb az engedélyezési eljárás is. A minél szorosabb együttműködés eléréséért a kormányhivatal különböző szakmai fórumokat, oktatásokat szervez majd, ami arra szolgál, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban fejezzék be a szükséges engedélyek kiadatását. Az építész kamara is azt várja az együttműködéstől, hogy nagyban megkönnyíti majd a tervezők dolgát. Az a célja, hogy minél szebb környezetben éljünk, az épített környezet fejlődjön, és reméljük, hogy ezzel a megállapodással könnyebb lesz a tervezők dolgai is, akik több információhoz fognak jutni reményeink szerint, azáltal, hogy időnként közös konzultációkat, tájékoztatókat szerveznek részünkre. Az ünnepélyes aláíráson részt vett Füleki Zsolt helyettes államtitkár is, aki nagyon örül a megállapodásnak. Azért nagyon nagy öröm számomra, és azért fontosnak tartottam, hogy én is ennek részese lehessenek az aláírásnak, mert sok éves munka előzi meg ezt az aláírást, ezt az együttműködést. Vissza kell térnem az építésügyre, már saját területemre vonatkozóan is, arra a stratégiai folyamatra és a stratégiai helyzetre, amiben az építésügy került. Ezt több jogszabálynak és törvénynek a módosításával szeretnénk a hétköznapokban is minden ember számára egyszerűbbé tenni, a bürokráciát mentesíteni az építésügyet, az építkezést. És az idei évben van az a nagyszerű határidő, amikor is a településképi arculati kézikönyveknek minden településen el kell készülnie. A települési arculati kézikönyvtől azt várják, hogy a jövőben az, aki új házat akar építeni, vagy felújítani, bővíteni szeretné lakóépületét, annak nagyban megkönnyíti majd a tervezés folyamatát. Annak köszönhetően, hogy tudni fogja azt, hogy hogyan, milyen módon tud a saját településéhez illeszkedően építkezni.